Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye. A modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált, mivel egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Milyen aktualitása van 1848 márciusának napjainkban, amikor az európai szuperállam létrehozására, a szuverenitás visszaszorítására, a nemzetállamok felszámolására való uniós törekvések mutatkoznak? Jönnek a részletek. Barna. Köszönöm szépen Nagy Lutenberger István a vendégem, aki a Hat Történeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa. Tiszteletek köszöntöm! Jó napot kívánok, köszöntöm is a nézőket! Hát folytassuk onnan, ahol Filippel abba hagytuk, hogy mi minden hatott arra, hogy Budapesten is kitörjön a forradalom? Olyan sok erőzménye van, ma is beszéltünk már többször róla, de az ön véleményéről, mint ugye a történeti Intézet is munkatársa, nagyon kíváncsi lennék. Valójában már a hónapokkal azelőtt, mielőtt az események kitörtek Pest-Budán, Bécsben, Pozsonyban, már lehetett érezni, hogy van valami a levegőben. Tehát izzott, forrott a levegő. Egész Európában Páristól, azt lehet mondani, hogy Erdély. Tehát érezhető volt, hogy valamiféle változás lesz. Ugye 47 novemberében összeült Pozsonyban a Magyar Országgyűlés, és ott már a, a, magyar ellenzék, a magyar reformista ellenzék, ugye a két Lajos, tehát Batyányi és Kossuth Lajos vezetésével megfogalmazta a követeléseit. És egyértelmű volt, hogy ezeknek valami, valamilyen döntést kell kicsikarniuk, vagy pro, vagy kontra. És igazából a, az európai események alakú úgy, hogy kitört Párizsban a forradalom február 22-én, kikiáltották a köztársaságot két nappal később, és egymás után egyre nagyobb forradalmak, megmozdulások törtek ki. Itáliában, és hát ugye végül Bécsben, és eljutott ennek a híre Pest-Budára, illetve először Pozsonyba, és utána Pest-Budára, és valójában ezek a közvetlen események vezettek ahhoz, hogy ez a két helyszín, Pozsony és Pest-Buda összekapcsolódhatott. Valahol olvastam, és már megint egy szégyellem, hogy nem emlékszem, hogy azok a fiatal emberek, akik március 15-én elindították az események sorát, akár mostani fiatalok is lehetnének. Lukács Sándor színművész úr mondta, Igen. eszembe üt. Igen. Igen. Igen, e, valóban ők nagyon fiatal emberek voltak, tehát 20-as éveik elején voltak, és hát e, e, nyilván az ember fiatal korában e, sokkal hevesebb, tehát idővel mindenki lenyugszik, jókai példája, nagyon, volt. nagyon lendület is. E, Így van, e, viszont pont a fiatalságuk adta azt a lendületet, amire szükség volt. Az események két szálon futottak, erre már az előbb e, utaltam. Volt egy pozsonyi szál, meg volt egy Pest-Budai, vagy nyugodtan hívjuk Budapestnek, hiszen már a korszakban is e, inkább annak hívták. Volt egy törvényes része az átalakulásnak. Ezt a törvényes reformprogramot ezt már azt lehet mondani, hogy évekkel korábban megfogalmazta a reformellenzék közteherviselés törvény előtti egyenlőség, úrbéres viszonyok megszüntetése, törvény, tehát ezt említettem, szabad nemzetnek felelős kormány, tehát ezek a követelések megvoltak, de önmagában csak jogi eszközökkel ezeket nem lehetett elérni. Szükség volt a másik szára, a budapesti, Pest-Budai szára, ezekre a fiatalokra, akik egyébként kapcsolatban voltak a reform ellenzékkel, tehát tudjuk nagyon jól, hogy Kossuth közvetlenül kommunikált ővelük és a 12 pont megfogalmazásában is nagyon fontos része volt neki, de ez a fajta fiatalos lendület enélkül nem lehetett volna, és ez egyébként egy üzenete a, nyugodtan mondhatjuk, hogy az akkori kornak, akár a mai korra, akár a jövendőre, hogy igen, bizony a fiatalos lendület nélkül e, nincs ellen és nincs jövő e, igazítása. Milyen érdekes, hogy a fiatalok között, az akkori 48 márciusi fiatalok között voltak nemesek, kisnemesek. Igen. Vajon milyen viszonyuk lehetett a magyarországi rendekkel, melynek tagja érezték, hogy valami van a levegőben, és valamennyit engedni kell, különben nagy baj lesz. Igen, hát valójában a, a magyar reformmozgalom az a, az a nemességnek a reformmozgalma volt. Tehát azért jelentős többségben voltak a nemesi származások. Maga Kosut is nemesi származású volt, sőt, hát tudjuk Kosut életútjából, hogy Nógrád Vármegyében, magában a vármegye Adminisztrációban is szerepet vállalt. Tehát valójában ennek az egy egészen különleges és egészen egyedi. Színezete 48-49-nek, ezeknek a követelésének és az egész reformmozgalomnak, hogy maga a kiváltságos rend, a nemesség jött rá, és ő benne tudatosul, hogy ez így nem jó. Nem jó, hogy van a társadalomnak egy 3-4-5 százalékos több joggal rendelkező rétege. Széchenyi István arisztokrata volt, ő még csak nem is a 3-4 százalékban, hanem abban a, a talán néhány ezer főben volt benne, akik a legtöbb joggal rendelkeztek. Batyányi Lajos, az ország egyik legnagyobb földes uráról van szó, ők jöttek rá, és ez adja az ő valódi igazi nagyságukat. Tudták, hogy ez így nem jó, ez a nemzet jövőjének nem tesz jót, hogy csak az ő kezükben van a hatalom, a, a gazdaság, a pénz és az erőforrás. Az egész nemzet felé ki kell nyitni ezeket. Aztán a forradalom leverését követően a megtorlásról, majd nyilván fogunk erről is beszélni, ha itt lesz az ideje, a kiegyezésig leült valami és aztán újraindult. Ez hogyan látja? Én azt gondolom, hogy a főzenete, és én azt gondolom, tehát én úgy látom 48-49-et, hogy valójában 48-49-től 67-ig tart igazán. És hogyha ha az üzenetét keressük az, ennek az egész eseménysornak, akkor én úgy gondolom, hogy ebben kicsiben összefoglalva ott van benne az egész magyar történelem, és az egész magyar történelem üzenete. Március 15 a a nemzet megfogalmazta, hogy nemzeti önrendelkezés az ő útja. Tehát innentől kezdve a nemzet maga kezébe veszi a sorsát. Ezt egyértelműen kimondták Pozsonyban is, és Pest-Budán is. Ez a kettő szimbiózisban állt egymással. Április 11. a törvények elfogadása. A nemzet bebizonyította, hogy kompromisszum kész. Tehát nem az ész nélküli követelések, mert megvalósíthatták volna akár a teljes elszakadást is, hogyha éppen az a, a következmény, de nem. Kiegyeztek már az áprilisi törvényekkel. Aztán ott van 48 szeptembere, amikor a, a birodalom vezetői felrúgták ezt a megegyezést, ami az áprilisi törvényekben manifestálódott. Felrúgták, a nemzet mit csinált? Önvédelmet indított, megvédte saját magát, és győzött, mert a, a szabadságharc győzött. Aztán az, amikor... A világ legnagyobb haderejének a legnagyobb részét bevetették a Magyar Szabadságharc ellen, akkor már nyilván katonai győzelemre nem volt esély. De nem bukott el a szabadságharc olyan értelemben, hogy el lehetett nyomni katonailag, politikailag egy olyan rendszert, ugye a Bach rendszert lehetett rákényszeríteni, amit nem akart a nemzet, de a nemzeti önrendelkezésnek a, az elemi erejű akarata és vágya az megmaradt. És ott volt az a nemzeti ellenállásban, ott volt a határozat a felirati pártvitájában, és ott volt manifestálódott a kiegyezésben, ami a főzenet, hogy a magyar nemzet kompromisszumkész kész okosan, észszel meg lehet a magyar nemzettel egyezni, és kész arra, hogy az összes többi nemzettel együtt, közösen összefogva alakítsa a jövőt, nem pedig kívülről rákényszerített dolgokat tegyen, mert lehet egy birodalmat létrehozni és fenntartani katonai erővel, politikai erővel, gazdasági nyomással, bárhogyan, de ez a birodalom, ez gyenge lesz. És ezt el fogják söpörni azok a ö, krízisek, azok a problémák, aminek majd nem fog tudni megfelelni. Hálásan köszönöm. Köszönöm.